Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy nagyon érdekes témát fogunk feldolgozni, méghozzá a sudóval kapcsolatosan. Miért? Mert általában, és szerintem nagyon sokan, akik termináloznak, találkoztak már a sudó parancsal, az a parancs, amivel emelt jogot kapunk úgy, hogy a saját fiókunkban dolgozunk, azaz nem lépünk át egy másik emelt jogú felhasználónak a fiókjába, hanem a saját nevünkben tudunk olyan programokat futtatni, olyan feladatokat ellátni, amihez emeltebb jog kell. Amiket elmondok, azok alapvetően egy fontos dolgok, érdekes és értelmes dolgok, de arra figyeljünk, hogy lesz olyan, amire azt mondom, hogy persze ezt meg lehet így csinálni, de nem kellene. Miért? Mert a Linux, illetve az Unix rendszereknek a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erőteljes védelmi rendszere az, hogy a felhasználók kategóriába tartoznak. Alapvetően kettő darab kategória van. Van a sima user, a sima felhasználó, azaz a Laci, a példában Laci lesz a felhasználó, illetve vannak az emelt jogú felhasználók, rendszergazdák, egyebek, akik bármit megtehetnek a rendszerbe. Aki bármit megtehet a rendszerbe, tehát hozzáfér a rendszer összes dolgához, ő neki igencsak nagy felelőssége van. Azaz használjuk az emelt jogot értelmesen, és úgy, ahogy kell. Amikor kell, emelt joggal dolgozunk, és amikor nem kell, akkor nem dolgozunk emelt joggal. Erre mindenképp érdemes figyelni, illetve nyilván ebből következik, hogy az emelt jog megszerzése jelszóhoz kötött. Azaz kell egy jelszót ismerni. Az, hogy a te saját jelszavadat kell még egyszer begépelni, vagy van külön rendszergazdai jelszó, és azt kell megadni, az jelen pillanatban teljesen mindegy, valaminek a tudásával kell rendelkezni, a jelszó ismeretével kell rendelkezni. Soha, ismétlem, bár mutatok arra példát, hogy hogyan lehet ezt kikerülni, de soha ne vedd ki ezt a védelmet a sudóból, az emelt jogú felhasználóvá válásból, mert különben feltörhetik a gépedet, lehet vele probléma, esetlegesen te is eltolhatod a dolgokat, hogyha nem úgy használod ezeket, ahogy kell. Azaz, miről beszélünk? Az emelt jogot hogyan szerezzük meg? Hát első körben csináljunk olyat, hogy nincs emelt jogunk, és megpróbáljuk az UpGet UpDate, tehát egy rendszer frissítésnek az első lépését megtenni. Azt mondja, hogy engedély megtagadva, hiba, rettenető sok hiba van itt, engedély megtagadva, egyéb dolgok nem tudod megcsinálni, hát természetesen hogyan tudjuk megcsinálni, sudo, gyakorlatilag egy emelt jogú parancsot akartunk végrehajtani, nem engedte, ez a védelem, nehogy valamit eltolj. Hogy ez egy parancsfuttatása, vagy egy konfigurációs állomány védett, azaz a rendszergazdai joggal hozzáférhető konfigurációs fájl szerkesztése, az teljesen mindegy ebből a szempontból, nem engedi. A sudót előírtuk, és utána a jelszó megadásával tudjuk indítani azt a emelt jogú feladatot, amit el szeretnénk látni. Oké, beírjuk a jelszót, lefuttatta a dolgot. Lefuttatta a parancsot, elvégezte a dolgát. Oké, ezt mindenki ismeri, természetesen, hiszen így dolgozunk. Mi ebben a kellemetlen dolog? Nyilvánvalóan be kell írni a parancsot, és be kell írni a sudót, meg be kell írni a jelszót. Ha jelszó birtokában vagyunk, akkor is van egy olyan probléma ezzel, ami szerintem időnként zavaró. Időnként zavaró az, hogy a jelszó lejár. Tehát alapbeállításban a legtöbb rendszernél 15 percig tart a jelszónak a hatóköre. Tehát beírod, hogy sudo, bekéri a jelszót, beírod a jelszót, és 15 percig te tudsz dolgozni úgy, hogy nem kéri újra a jelszavadat. Ez zavaró lehet. Két okból. Egy, van, amikor rövid. És a másik, van, amikor hosszú. Gyakorlatilag szokjuk meg, ez egy kis kitérő, hogy abban a pillanatban, amikor te befejezed az emelt jogú dolgoknak az elvégzését, zárd be azt a terminált, terminál emulátort, így pontosabb, amivel dolgoztál. Ez automatikusan ki fog téged dobni a sudo emelt jogból, akkor, ha új terminált indítasz, újra be kell jelentkezni a sudo jelszóval, ha ilyen munkát szeretnél elvégezni. Oké, tehát jó lenne, hogy ez a 15 percet mi egy picit hosszabbá, vagy ahogy nálam majd látjátok, rövidebbé tudjuk tenni, azaz 15 az alap. Én azt szeretném, hogy egy perc alatt járjon le a sudo jog, tehát hogyha még egy
sudóval, emelt joggal rendelkező parancsot szeretnék elindítani, akkor én legyek szíves kötelezően beírni újra a jelszót. Ez nyilvánvalóan azért van, főleg olyan helyeken érdemes használni, és lerövidíteni, ahol más is hozzáférhet a gépedhez, esetlegesen nem szeretnéd, hogy a sudó jog hosszabb ideig legyen. Hogyan kell ezt megadni? Természetesen van egy konfigurációs állomány, ami egy szöveges állomány, jól átlátható szöveges állomány, de, és ez nagyon fontos, kizárólag az általam bemutatott, illetve a mások által is ugyanígy bemutatott szerkesztési módot használjuk. Tehát nem megkeressük a sudo RC-t, tehát azt a konfigurációs fájlt, amiben ezt itt szerkezgetjük, hanem azt írjuk be, hogy sudo, nyilván emelt jog kell hozzá, és vsudo. Tehát vsudo, enterezzük le, bekéri a jelszót, természetesen bekérte a jelszót, és megnyitja. Az alapbeállítású terminálos szövegszerkesztővel fogja megnyitni, ez jellemzően a nano. Ki van írva, méghozzá nagyjából. Na jó, nagyjából hozzá kell tenni. Nagyjából magyarul az alján azok a funkció billentyűzetek, amiket lehet használni. Nekünk gyakorlatilag a kiírás, ez a mentés, illetve a kilépés, kilépés a programból, felkiáltású dolog lesz szükséges. A többit meg lehet nézni, én nem szoktam vele nagyon variálni, én megszerkeztem, kilépek belőle, lementem, kilépek, és utána kalapkabát. Azaz meg kell tanulni. Oké, az első dolog, amit szeretnék bemutatni, hogyan tudod beállítani annak az idejét, hogy hány percig legyen a sudo megadott jelszó érvényes. Tehát beírom, hogy sudo, akármi, bekéri a jelszót, és utána legyen, hát én paranoid vagyok, úgyis tudjátok, egy perc. Na hát ezt fogjuk beírni, illetve nekem már be is van írva. Beírod, megkeresed a legelején, itt fontos a sorrend. Beírod ezt a szöveget, amit én most kiemelek. Ezt a szöveget be kell írni, bemásolni, én a videó leírásába beteszem. Az egy nyilvánvalóan akármi lehet, 275, akkor 275 percig tartja, amíg nyitva van a terminál, a sudo jogodat nem kell addig beírni. Máshoz nem nyúlunk. Oké, ezt bárki meg tudja csinálni, nyilvánvalóan Ctrl-O kiíratás, majd Ctrl-X kilépés parancsal fogunk dolgozni. Ez egy fontos dolog, kényelmi dolog, ahogy tetszik, úgy állítod be. Én úgy gondolom, hogy érdemes a szokásoknak megfelelően beállítani, ahogy lehetett látni, én alacsony szintre állítottam be. A következő, már egy kicsit kockázatos dolog, ne csináld. De előfordulhat az, hogy időnként szükséged lehet arra, hogy te megmondd a rendszernek, hogy a beíratos sudo akármi ne kérjen jelszót. Nagyon kényelmes akkor, amikor egy komolyabb, masszívabb rendszer karbantartást csinálsz, gyakorlatilag ilyenkor kikapcsolod azt, hogy sudonál jelszót kérjen, gyorsabban tudsz dolgozni, például, hogyha több konfigurációs fájlt szeretnél szerkeszteni, ne kérjen már A, B és C terminálba külön-külön jelszót, te szeretnél gördülékenyen dolgozni, majd utána visszaállítod az eredeti helyzetet. Én azt mondom, nem kell ilyet csinálni, de nyilván felnőttek vagyunk, és eldönthetjük, hogy ez nekünk tetszik-e. A konfiguráció végére megyünk, ez szerepeljen a legvégén. Tehát figyelni kell arra, hogy itt a konfigurációban megadott sorrendek szerint fogja ellátni a feladatát, tehát hogyha valaminek megadjuk az engedélyt a közepén, és letiltjuk az engedélyt a végén, hiába adjuk meg a közepén, a végén az utolsó, sorrendben az utolsó engedély típus, engedély lehetőség fog életbe lépni. Azaz figyeljünk arra, hogyha ezt szeretnénk, az utolsó érvényes parancs legyen. Be kell írni a felhasználói nevet, jelen pillanatban Lacit, majd nagybetűvel erre odafigyelj, illetve a leírásba beírom, és csak be kell másolnod, ha ilyet szeretnél csinálni, al, egyenlő, zárójel, al, két ellel természetesen, tehát minden parancsra szeretném ezt a beállítást megadni, a no password, tehát ne legyen, amit én felsorolok, parancsoknak jelszava, és itt nyilván, hogyha mindet szeretnéd, akkor beírod, hogy al. Következő lépés, tehát Ctrl-O, lementjük, Ctrl-X, és bezárjuk. Oké, most próbáljuk ki, hogy jól csináltuk-e. Sudo, be kell írni, hogy sudo. Tehát nem
a sudo beírásától, hanem a jelszó megadásától mentesítettük magunkat, és utána kipróbáljuk sudo apt-get update. Tehát a sudot be kell írni, de nem kér be jelszót. Láttátok, nem kér be jelszót. Ez egy nagyon kényelmes dolog, lehet, hogyha sokat dolgozol, ez nagyon kényelmes, de viszonylag veszélyes dolog, hiszen hogyha bárki leül és bejelentkezik a te jelszavaddal, kitérő. Tudom, és mindenki tudja azt, hogy be lehet állítani a grafikus bejelentkezést úgy, hogy automatikusan bejelentkezzen, például Laciként, elfelejtjük. A bejelentkezéskor megadott akármilyen hosszúságú jelszó, két betűs jelszó, sokkal nagyobb védelem, mint az, amikor jelszó nélkül automatikusan bejelentkezteted a felhasználót, saját magadat jelen pillanatban. Oké, tehát gyakorlatilag megszabadultunk attól, hogy állandóan a sudónál jelszót kelljen beírni. Oké, megbeszéltük azt, hogyan tudjuk letiltani a sudó jelszókérést összes parancsra. Nem biztonságos, nem jó. Mi lenne akkor, ha csak egyes parancsokra tudnánk letiltani? Nagyon jó ötlet. Hogyan kell ezt megcsinálni? Nyilvánvalóan már mindenki sejti, hogy a sudo visudóba kell belépni. Nyilván visszaállítottam a jelszókérést, megadtam a jelszót, beléptünk. Megint a legvégére megyünk. Ez nagyon fontos, hogy a legvégére megyünk. Itt valóban arról beszélünk, hogy a két parancs sor, amiről beszélni fogok, természetesen kizárólag csak ebben a sorrendben jó. Fordítva nem jó. A szintaktika, ahogy lehet látni, nagyon egyszerű, megadod a felhasználói nevet, és utána beírod ezeket a beállításokat. Fontos a sorrend, elsősorban megadjuk azt, hogy hát a Laci mindenfajta olyan programhoz hozzáférjen, jelen pillanatban ebbe a sorba csak úgy, hogy hozzáférhessen olyan parancsokhoz, amikhez rendszergazdai jog kell, nyilván ezt meg tudja majd csinálni valahogy, hogyha ismeri a rendszergazdai, illetve a sudo jelszót. A második sorban megadjuk azokat a parancsokat, azokat a programokat, azokat a lehetőségeket, amit ki szeretnénk venni a sudo jelszó bekérésétől. Nyilvánvalóan a no password, tehát nincs jelszó, az az előző beállításnál itt, ennél a beállításnál egyértelműen az volt, hogy all. Tehát mindegyik. Mindegyikre vonatkozik, de mi most nem azt szeretnénk megadni neki, hogy mindegyikre vonatkozzon, hanem csak az apt-get programra vonatkozzon. Azaz sudo jelszó nélkül nem tudok mást futtatni, csak az apt-get rendszergazdai feladatot, de azt tudom, ami nagyon fontos, és sok leírásban ez nincs bent, illetve nem emelik ki ennyire, lehet, hogy bent van ugyanilyen példával, csak nem emelik ki, a teljes elérési utat meg kell adni. Oké? Tehát itt erre figyelj, hogy per bin, per abd kötőjelget, vagy hát természetesen annak a parancsnak, scriptnek, akárminek az elérési útja, teljes, pontos elérési útja, amit te szeretnél engedélyeztetni. Nézzük is meg, hogy működik-e a jelszótalanítás. Igen, működik, jelszó nélkül lefutott. Nyitottam egy másik terminált, hogy nehogy azt mondjátok, persze beállítottam jó hosszúra a sudo jognak a megtartását, tehát azt az időt, amit az előbb egy perccel levettem, és avval variálok. Nem. Megnézzük egy másik terminálba, beírtam szépen a sudo apt-get install, és itt is lefutott jelszó nélkül. Így sudo jelszó megadása nélkül tudom frissíteni a rendszert, a script, amiben az apt-get, meg egyébként egyéb kis programocskák is bent vannak, azok le fognak futni arra tekintettel, hogy nem kell állandóan a jelszavamat megadni. Nézzük meg, hogy más programra, mondjuk a visudóra, nézzük meg, hogy a sudo visudo kér-e jelszót, természetesen kér. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Azért még egyszer elmondom, a teljes jelszótalanítás nagyon barom dolog. Szétbarmolod a rendszeredet. Van másik megoldás, kettőt is bemutattam. Egyik a sudo jelszó hatáskörének, időkeretének a meghosszabbítása. Kényelmes dolog, jelszót bekéri, és utána tudsz dolgozni. A másik lehetőség természetesen az, hogy egyedi programokra adod meg a sudo jelszótalanítást, és akkor ahhoz nem kér jelszót. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!